Patrik, hogy láttad a csapat teljesítményét az első három fordulóban? Ez alapján miben kell szerinted még javulnunk? Szerintem játékban megvoltunk. Nagyon jól tudtunk labdát birtokolni. Sajnos előre fele nem tudtunk olyan minőséget belerakni még, ami még lett volna a győzelemhez. Itt hátul a végére egy kicsit stabilizálódtunk, és le tudtunk hozni a mérkőzést kapott gól nélkül, sokat számít, úgyhogy ebbe nem szabad engednünk. Előrefele kell egy kicsit jobban pontosítanunk, és jobban összpontosítanunk a befejezéseknél, és akkor jönni fognak a győzelmek. Hogy érted, a te teljesítményed is javuló tendenciát mutat, csak úgy, mint a védelem a gólok alapján? Hát remélem, hogy mindig minden meccsről majd javulni fog ez. Nyilván én még nem érzem úgy, hogy teljesen elégedett lennék a teljesítményemmel, mindig van hova fejlődnöm, és még mindig szeretnék fejlődni, úgyhogy kezd alakulni, de még szeretnék. A második fordulóban a Zalaegerszeg ellen játszottunk, a korábbi csapatot ellen. Milyen volt az a mérkőzés számodra? Hát így, hogy kikaptunk is, sajnos nem jó. De nyilván oda visszatérni azért egy jó érzés volt. Tényleg szerettem ott lenni, de így tényleg, hogy kikaptunk, így nem volt annyira jó utólag a mérkőzés. De ott is megvoltak a lehetőségek, hogy megnyerjük a mérkőzést, meg tudtuk volna nyerni. Sok helyzetet kialakítottunk, sajnos nem úgy jöttek össze a dolgok, ahogy elterveztük, de tényleg a kialakított helyzetek alapján ezt kell folytatnunk, és akkor jönni fog a győzelem. Ahhoz mit szólsz, hogy a tiéd lett a forduló legszebb védése a harmadik körben? Először is jó esik. Ez mutatja azt, hogy szeretnék minden mérkőzésen ugyanilyen magabiztos lenni, mint például most voltam Kisvárda ellen, és akkor ebből tudok én is építkezni. Nyilván ahhoz, hogy most megválasztották ezt, ez igazából csak arra ösztönöz, hogy ugyanezeket a védéseket tudja mutatni majd fordulóra. Hogy érzed, szombaton a Kecskemét ellen mire lesz szükség, hogy otthon tartsuk a három pontot akár védekezési szempontból? A Kecskemét egy nagyon jó szervezett és zárt csapat, nagyon nehéz őket föltörni. Tavaly is azt megmutatták, hogy hátul nagyon jól tudják zárni a területeket, és nagyon jól tudnak védekezni. Úgyhogy ha előrefele mindenképpen, hogyha van lehetőségünk gólszerzés, azt ki kell használnunk könyörtelenül. Hátul meg ugyanazt az átjátékot kell játszanunk, amit igazából játszottunk végig, csak most tényleg minimális hiba százalékkal kell játszanunk hátul.